A naptárral az a helyzet, hogy azt a természettudományos felismerést nem árt komolyan venni, hogy az ember egyszerre egy helyen tud csak létezni. És én a kétnapos programomat csak szombatra írtam, mert nem szombat vasárnapra, és olyan szép üres volt ez a vasárnap, hogy Karcsinak azt mondtam, hogy természetesen reggeltől estig itt vagyok, és valamikor csütörtök táján jött össze ez a kettő, hogy nem fog menni, hogy két helyen részt venni. Úgyhogy nem szeretném mindazok alapján, amit megtudtam, hogy miről volt szó délelőtt, a 19-es diánál folytatnám, mert 1-től 19-ig szerintem lefette az, amiről eddig szó volt. Érdekes, hogy a kék zóna, amiről beszél, arról a Biblia tud. Valamikor még a kék zónák felfedezése előtt, hiszen azt ígéri, hogy életeden át tartson erőt. Tehát nem azt ígéri, hogy nem lesz az ember beteg. Soha. Nem azt ígéri, hogy nem fog megöregedni. Nem azt ígéri, hogy itt a Földön nem éri utol a halál, hanem azt, hogy a lehetőleg tovább ki lehet tágítani a betegség nélkül, betegségmentesen élhető életkornak a hosszát. És én azt hiszem, ez a legnagyobb ajándék, amit mi átvehetünk, elfogadhatunk, illetve hogy adhatunk, továbbadhatunk másoknak. A Plenáris Unió Bizottságon ez a Magyarországi Adventista Egyház országos vezetésének az éves ülésén egy ilyen álmot fogalmaztam meg, hogy 2025-ben, ha elindulhatna egy olyan program, aminek az lenne az eredménye, hogy legyen 124 kék zóna Magyarországon. Talán sokan tudják, hogy miért ennyi helyi gyülekezetünk lenne ebben az országban, és 24 lenne az az év, amikor elkezdünk kísérletezni ezzel a programmal, hogy vajon mit lehet egyéni szinten, mit lehet egy gyülekezeti szinten, mit lehet egy kis régióban megvalósítani, és itt folyik egy sokkal nagyobb kísérlet, hogy mit lehet egy életmódközpont szintjén kezdeni a kék zónákkal. Nyilván, hogy ez nem egy ilyen versenykérdés, mert amit egyénileg megtehetünk, az valószínűleg nem olyan hatása, mint amit meg tudunk tenni egy ekkora nagy életben, ami itt van, és ami még itt lesz, ahogy hallottam a terveket, nagyszerű és gyönyörű tervek. El kell azt mondanunk, hogy a kék zónákkal nem csak mi foglalkozunk, sokan mások, de itt van egy adventista előny. Először is az, hogy nincs ennek a kék zóna felismerésnek olyan eleme, amit az adventisták ne tanítanának 150 éve, vagy több mint 150 éve. Mindegyik eleme ismert az adventista egyház számára. De tény és való, hogy egy világbrendet felépíteni, és itt vannak közgazdászok, vannak vállalkozók, nagyon jól tudják, hogy nem egy egyszerű dolog, egy McDonald's hálózatot létrehozni, az nem egy-két év, meg annak hát van egy koncepciója. Tehát nem biztos, hogy mi, mint egyház képesek vagyunk, vagy lettünk volna, vagy lennénk egy világbrendet építeni. A kék zónának sikerült. Nyilván, akinek a hátterén van egy National Geographic, vannak demográfusok, vannak gerontológusok, és van egy amerikai tőke, ezt fel tudták építeni. Itt is megjelent, ugye, amit 19 évvel ezelőtt, 19 diánban nekem is valamelyiken ott volt, de hány embert mozgatott meg? Nem sokat. De amikor rálépett a Netflix erre a témára, és készült egy dokumentumfilm sorozat, akkor a szomszéd bekopogott hozzánk, hogy ha-ho, adventisták benne vannak a tévében. Na és attól kezdve valami elindult, valami más. Amihez mi kevesek voltunk itt, annak nekünk is nyúztáltunk, meg sok minden, hogy próbáltuk összefoglalni, de amikor egy legnagyobb műsorszóró vagy filmmegosztó indít valamit, akkor annak az ismertsége exponenciálisan nő. És jelenleg itt vagyunk, tehát rajta vagyunk egy hullámon. És talán itt van az a pillanat, amikor erre föl kell ülni. Ezt nem úgy indítják el, hogy csak kiváltságosok lehetnek rajta, hanem hadd terjedjen, és mi miért nem tudnánk ezt felkarolni azokon a módokon, ahogy itt már erről szó volt.
Egyébként ennek az a tanulsága, nagyon nagy tanulsága, és akik belül vannak a körön, azok pontosan értik, hogy miről akarnak beszélni, hogy sok nagy kincsünk van, de amíg az csak mi vagyunk, csak mi akarjuk tartani, csak mi tudjuk a legjobban, addig az akkora marad, amikor partnereket, amikor szövetségeseket találunk a körülöttünk lévő világban, legyenek azok civil szervezetek, legyenek önkormányzatok, legyenek más szervezetek, vagy más egyházak, és még folytathatnám, az benne van az adventista gondolkodásban, de a világnak ezen a részén ismert történelmi okok miatt mi ezt elfelejtettük, és azt gondoltuk, hogy a kerítésen belül mindent megoldunk, zárójel bezárva, menjünk tovább. Miért tudunk mi erről hitelesen beszélni? Azért, mert az öt zóna közül a kiemelt zóna pont az adventistákról szól. Mi pedig része vagyunk ennek. Igaz, hogy csak a kaliforniai adventistákat számolják bele a kék zónába, de szerintem Veszprémben, Édenligetben, vagy bárhol, ahol érdem, vagy akárhol, ahova nézek itt most a teremben, és van adventista közösség, ugyanúgy lehet egy kék zóna, egy adventista közösség kettő. Azért is kiemelt az adventista kék zóna, mert a másik négyről azért tudunk bármit is, mert elmentek, gyakorlatilag újságírók, vagy éppen gerontológusok, és interjúval próbálták megtudni, hogy mi a titok. Meginterjúvoltak idős embereket, próbálták feltérképezni az adottságokat, a környezeti adottságokat, és így tovább. Az öt zóna közül az adventisták az egyetlen, amit tudományos módszerekkel kutattak. Tehát senkiről, nem csak az öt zóna közül, hanem senkiről a világon életmódkutatást annyit nem csináltak, és mint mondom, nagyon komoly. Ha azt mondom, hogy a legutolsó, a kettes adventistádi 100 000 adventistát vizsgált 10-valahány évig, ez európai léptékkel egyszerűen elképzelhetetlen, hogy 100 000 ember adatait egyszerűen fölvenni, azután követni 10-valahány évig, ami arról szól, hogy mit evett ma, hogy milyen gyógyszert szed, hogy milyen diagnózist kapott, mi lesz vele, ha meghal, miben hal meg, és így tovább. Hát ez egyszerűen még csak elgondolni sem lehet, hogy Európában egyáltalán ennyi pénz lenne, meg ennyi ember, aki ezt meg tudná csinálni. Tehát ilyen léptékű életmód kutatás sehol a világon nem volt. És ezért a kék zónán belül is egy rendkívüli érdekesség. Tehát mi olyat tudunk mondani, mint kék zónások, amit mások nem tudnak. Mert ha megnézzük Okinawát, Szardiniát, Ikariát, és így tovább, ott van egy olyan közeg, amit ha megnézünk, egy picit olyan, mint a történelembe visszamennénk. Azok a szokások, meg a földön ülnek, meg a népviselet, meg stb. Hát egyébként ma sem mindenhol ezeken a területeken így működik az élet, de 90 év fölött még mindig ezt gyakorolják, és így élnek. És az emberek elmennek, turisták, megnézik, hogy jaj, de szép, jaj, de érdekes, voltunk a skanzenbe. Na de mi Budapesten élünk, és környékén, plázában járunk, vásárolni, és így tovább, mi nem a kecskéket kergetjük, hogy meglegyen a napi 8 kilométerünk. Na és ettől is érdekes az ötödik zóna, mert az adventisták Kaliforniában nem a kecskéket szaladgálják, hanem van egy kultúrája a mozgásnak, amikor 90 pluszosok minden reggel járnak Nordic Walking botokkal az utcán, és köszönnek egymásnak, nem is ismerik egymást. Nekem ez egy nagy élmény volt, hogy reggel 7-kor így elindultunk Loma Linda utcáin, és gyakorlatilag nem lehetett 100 métert menni, hogy ne jönne szembe egy ilyen 80 pluszos nagy örömmel és nagy mosollyal és hangos köszönéssel. Tehát itt van egy kultúrája, de a civilizált életben, úgymond a nyugati életformában. És ettől plusz, hogy nem oda küldjük vissza, nem a skanzenben küldjük az embereket, hanem azt mondjuk, hogy ott, ahol vagy, ahol élsz, lehet, hogy ez egy város, ott is lehet egy kék zóna szemléletben mozogni, és ezt mi tudjuk szemléltetni, adventisták, és rajtunk kutatták. Tehát ebben határozottan előnyünk van, és ha ezt gyakoroljuk, akkor ez még egy plusz hitelességi faktor. Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy nekünk ebben a témában van keresnivalónk. És akkor mondanák néhány kísérletet, én magam elkezdtem, én nem szeretek olyan programokat elindítani, meg támogatni sem, amiben először nem vagyok
benne, mert ha valami nagyon nem stimmel, vagy nagyon mellé nyúlunk, akkor az kisebb a probléma, mintha meghirdetünk valamit, és utána mindenki csalódik benne. Úgy adódott, hogy először egy nagyon hagyományos helyen, egy erdélyi kis zsákfalba, Bárványos vár alján kértek fel egy sorozatra. Hát mondom, kezdjük a nehezebbel, leghagyományosabb helyen próbáljuk ki, és ott, ha túlélem, életben maradok, akkor jövök egy kicsit nyugatabbra. Túlélem, nem látszik semmit, el sem mindegy. Olyan Facebook oldalon talán meg lehet nézni, olyan témákat kerestem, ami igazán a kék zóna koncepcióján mellett, vagy ezen belül, a Biblia és az egészség témaköreit vette sorba. Mert egy olyan közeg volt, akik nagyon nyitottak voltak, nem csak adventisták, hanem nem adventisták is a környezetben, a bibliai üzenet. És a Bibliának nagyon sok mondani valója van az egészségről. Egyáltalán az, hogy mi az egészség, az egyébként, ahogy a Biblia látja, az tökéletesen megegyezik azzal, ahogy a világszervezetek látják, a WHO és így tovább. Kevesen tudják, mit mond a Biblia a betegségről, mit mond a szenvedésről. Miért van szenvedés, hogyha van egy Isten, egy teremtő, aki csak jót tervezett erre a világra. A hit miért tud gyógyító lenni, de hogyan lehet esetleg mérgezőt, és így tovább. Tehát azt próbáltam, hogy össze lehet-e kötni a kék zónának a koncepcióját bibliai, lelki és egészséggel kapcsolatos témákkal. Túléltem, és azt mondták, hogy jó lesz, vihetve. Amit itt nagyon közel Csömörhöz, Pécelen kezdtünk el, pont itt vagyunk, ami következik a harmadik, ahol azt mondtuk, hogy vegyük ezt, ugye a szakmát. Van a gyülekezetünkben 4 orvos, velem egy gyógyszerésszel együtt. Sajnos itt nem látszik, de itt vannak az arcképek, ez még egy kezdeti szakaszú terv volt, de a nevekkel, arcképekkel együtt egy nagyon hiteles képet próbáltunk a város fele, hogy ezek az emberek, akik ide tartoznak, szakemberek, nem a Netflixet mondjuk el, nem a Butner könyvet mondjuk el, mert azt mindenki el tudja olvasni, hanem azt mondjuk el, 5 percben igen, hogy mi van Costa Rican, vagy Okinaván, és azután, hogy a tudomány mit mond arról, hogy ez hiteles vagy nem, alkalmazható nem, és igen, akkor itt Csömörön vagy ott Pécelen, hogyan tudja egy mai ember alkalmazni. És ez az előadásnak a nagyobbik része. És miután ezzel végeztünk, hát így néz ki, ez az első alkalom után történt, nagy megdöbbenésünkre. Pécel egy alvó város, Budapesten dolgoznak az emberek, és azt mondtuk, hogy menjünk egy kicsit vissza 20 évvel ezelőtt, és minden postaládába tegyünk be egy meg. Tudjuk, hogy nem működik, semmi gond, de legalább emberek olvasni fogják, hogy ebben a városban vannak orvosok, van egy adventista egyház, és hát letesszük így a névjegykártyánkat. Nem hittünk a szemünknek, hogy aki ismeri Pécelen, a adventista főiskolán, a nagy termet, megtelt. És volt, aki az internetről jött, volt, aki a postaládából jött, igen, volt még ma is olyan, és azt figyeltük meg, hogy talán a Covid utáni nagy fellendülés a virtuális tartalmaknak egy picikét kezd úgy lefele menni, mert, és nem csak a mi rendezvények, én mindenhol azt látom, hogy az emberek szívesen jönnek most már el, szemükkel, fülükkel látni, hallani, elegük volt az internetből. Tehát valami megint változik, és ne 10 év múlva jöjjünk rá, hogy mit kellett volna csinálni, hanem vegyük észre a trendeket, ami most folyik, és ez rendkívül érdekes volt számunkra, hogy az emberek ott voltak hétköznap 6 órakor. Tehát ez egy Pestről hazajövő ember egyáltalán nem egy barátságos dolog, de mivel mi akkor értünk rá, vagy akkor értünk, mondjuk, hát tegyük meg, úgyis mindegy, és pozitívat csalódtunk, de nagyon nagyot. Amikor megvan ez az előadás, azután mindig abból a kék könyvből, amit Karcsi bemutatott, egy receptet mutatunk be abból a zónából, és azután megkóstolják az emberek. Nem vacsoráztatás van, egy akkora kis poárkába megkóstolják, ennek pedig hihetetlen nagy örömmel teszik meg. Közben a gyerekekkel külön teremben foglalkozunk, mert ez volt talán az, ami az óvodából, iskából haza
jövő szülőknek egy nagyon sokat jelentő lehetőség volt. Először nem merték, ezért csak a szülők jöttek, a második alkalommal már megduplázódott a gyerekek száma, és most szerdán az volt a probléma, hogy sívás-sívás volt, a gyerekek nem akartak sehogy se hazamenni, kijönni a teremből, és hát ilyen reakciók voltak, és minden alkalommal van valami kis zene, egy kis művészeti élmény is, amit adunk. Tehát ennyi, nem több. Tehát ez egy második kísérlet, amikor igazán csak a szakma, egy kóstoló, egy kis művészet és a gyerekekkel foglalkozás. A harmadik egy kecskeméti próbálkozás, ahol igazán egy főzőiskolaként működik, és azon belül jelennek meg kékzóna témák. Itt is láthatjuk a részvételt. Tehát úgy történik, hogy van egy előadás, egy része, azután elkezdik a főzést, amíg az fő, meg sül, meg nem tudom, mit csinál, addig folytatódik az előadás, azután megint a főzés, megkóstolják, beszélgetés, kérdések. Itt egy kis több főzés van, vagy inkább erre épül, több kóstolás van, és a holt időkben történik egy kis elmélet adagolás. De ez egy másik koncepció, és azért mondok többet és több fajtát, nem csak azért, mert ezekben ott vagyok, hanem azért is, hogy nem kell egyformán, minden helynek megvan a maga adottsága és más. És a jövő héten megyek, vagy két hét múlva a Bajára, ahol egy életfejlesztés címszó alatt gyakorlatilag a kékzónának a témái jönnek elő, de nem szerepel a kékzóna mint cím, hanem egy külön előadás. De ha azt nézzük, hogy a méregtelenítés, vagy elhízás kockázatai, és így tovább, gyakorlatilag ez is arról szól, de egy másik narratívában, egy másik megközelítésben. Miért? Mert ennek a gyülekezetnek van egy hagyománya, több éve erre épül, ezt ismerik, ezt a brendet a városba, és nem mindenhol kell egy újat építeni, ha már van egy, de a kékzóna koncepcióit be lehet tenni, és rá lehet ebbe építeni. Tehát mi volt ez a négy variáció? Tehát Biblia és egészség témakörök összekapcsolása, ott, ahol erre lehetőség van, és van vallásos érdeklődés, nem mindenhol szekuláris a közeg. A második, ahol kizárólag szakmai módon, szakemberekkel fogjuk meg a kékzónának a tanításait, egy-egy ige hivatkozással, és nagyon szép és nagyon jó az, amikor az orvosaink, miközben elmondják a tudomány szakmát, pár biblia idézettel, nem sok, egy kevéssel jelzik azt, hogy egyrészt ők biblikusan gondolkoznak, keresztény szakemberek, és hogy össze tudják kapcsolni a tudományt a Bibliával. Én vallom azt, és az egyházunk is vallja, hogy a kinyilatkoztatásnak két nagy pillére van, az egyik az Isten igéje, a másik pedig a bizonyíték alapú tudomány. Bizonyíték. A bizonyíték alapú azt jelenti, hogy ha én leejtem a szemüvegemet, és itt leesik, az még nem bizonyíték. Ha Ausztráliába is leesik, meg neked is leesik, meg máshol is, akkor valószínű van egy olyan törvényszerűség, ami nem függ attól, hogy hiszel benne, vagy nem. Na ez a bizonyíték alap, amikor reprodukálni lehet egy eredményt egymástól ismeretlen emberek ismeretlen helyen. Na azt mondjuk, hogy a bizonyíték alapú tudomány megállapításai, mert az Isten adta a bölcsességet és a természet törvényeit, az ugyanolyan pillére a kinyilatkoztatásnak. És a kettőt mikor össze tudjuk kapcsolni, ezt teszik a szakemberünk, akkor ez rendkívül szimpatikus és megnyerő lehet. Harmadik, amit főzőkörre van építve, és a negyedik pedig egyéb témákkal együtt jelenik meg. Amit az zászlóban szerettem volna, és gondolom, hogy le is járt itt az időm. Tessék? De értem, hogy azért már valaki reggeltől itt van, én meg nem. 91. Zsoltár 12. verse az, ami nem csak azért, mert éppen most a Zsoltárokat tanulmányozzuk, de az életmóddal foglalkozó hívő embereknek talán a kedvenc ige verse, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És én szeretném így a végére a Teremtő Istenre fordítani a figyelmet. Ez az ige nem feltétlenül azt mondja, hogy számoljuk a napjainkat. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem aranyosak ezek a tesztek, amik nekünk azt ígérik, hogy 10-12 akárhány éve. Ezek motiválnak, de azért szeretném jelezni azt, hogy
hogy ezt tekintsük is úgy, hogy mint egy motivátornak, és nem mint egy ígérvényt, mert lehet, hogy megígéri nekünk a 94 évet, de nem adjuk meg az elsőbséget, elcsap egy kamion, és ott a vége. Tehát azért ez is egy ilyen tényező. Nem arra tanít, hogy számoljuk a napjainkat. Nem arra tanít, hogy feltétlenül abban bízzunk, hogy tényleg hosszabb életet élünk, hanem azt, hogy a bölcs szív, hogy milyen tartalommal töltjük meg. Mert ez a lényeg. Ott van a Bibliában egy nagy kékzónás király, aki megkapta az ígérvényt, hogy nem 10 év, mint amennyit itt ígér a tudomány, és ez a 10 év ez arra vonatkozik, hogy a betegség, életmód betegségek megjelenését lehet 10 évvel kitolni, és nem feltétlenül a várható életmódunkat, azt is valamennyivel, de nem mindegy, hogy 70 évesen kezdjük el a beteg korszakunkat, 70, 80 vagy 90 évesen, mint ahogy a kék zónában. Ezékiás volt az a király, aki megkapta Istentől ígéretként a 15 évet. És azt látjuk, hogy hiába kapta meg ezt a 15 évet. De mindent elrontott, amit felépített előző élet szakaszában. Tehát a mi üzenetünk nem az, hogy minden áron legyen hosszabb, hanem az, hogy ami van, meg ami lesz, az legyen tartalmas, hogy bölcs szívhez jussunk. Van, akinek rövidebb élet is elég, hogy bölcs szívhez jusson, és van, akinek 15 év sem elég pluszban, hogy bölcs szívhez jusson. A bölcs szív azt jelenti, hogy megtaláljuk a Teremtőt. És bármennyire furcsa, az adventista egészség üzenetnek nem az a célja, hogy valaki 10 vagy 15 évvel tovább éljen. Még csak nem is az a célja, hogy jobb életminőséget éljen, és látom a megbotránkozó szemeket, de mindjárt remélem, hogy egyenesbe jövünk, hanem az, hogy a bölcs szívhez jussunk, az embereket a Teremtő Istenhez vezetjük. Amit az előbb mondtam, az egy mellékhatás. Mindennek van mellékhatása, van pozitív mellékhatás is. Aki a Teremtő Istent megismeri, ha annak a békessége betölti valakinek a szívét, akkor igenis felismeri, hogy az ő élete, az Isten ajándéka, nem az övé, nem ő adta. És ezért hálás az Istennek. Hogy tudunk hálásak lenni az ajándékozónak? Úgyhogy becsüljük azt, amit kaptunk, vigyázzunk rá. Na ez a mellékhatás. És ennek az az eredménye, hogy minőségibb lesz a fizikai életünk. Azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. És ez az itteni bőrünkben fizikai életre vonatkozik, nem majd ott. Az egy más történet. Akkor igenis megéri erre koncentrálni. Hát az adventista egészségi üzenet célja. Fizikai segítségnyújtáson keresztül felnyitni az emberek szemét, a sajátunkat is, hogy a bölcs szív az a cél, és bölcs szív nincs anélkül, hogy kapcsolódnánk a Teremtő Istenhez. És ez megtörténik, ennek egy következménye, hogy vigyázzunk az életünkre, Isten ajándékára. Ennek a mellékhatása az, hogy jobb minőségű életet élünk. Ennek a mellékhatása az, hogy esetleg hosszabb életet élünk. De ha nem, akkor is jó. Ahogy mondták a fiatalok, akiket bevetettek a tüzes kemencébe, az Isten meg tud minket szabadítani, az Isten meg tudja hosszabbítani az életünket, de ha nem tenné is, mert nem kötelessége, Isten szuverén Isten, ki vagyok én, hogy mindent úgy csinálni, hogy én szeretnék, ha nem tenné is, akkor is a legbölcsebb dolog egy ilyen döntést meghozni, hogy a Teremtő Istenhez kapcsolódunk és bölcs szívhez jutunk. Úgyhogy ha nem tévesztjük szem elől ezt a fő célt, ami az adventista egészségüzenet lényege, és amiről szólt az elmúlt 160 évben, én azt hiszem, hogy nem fogunk zsákutcába kerülni. A mi vallásunk az nem az egészségőrzés, a mi vallásunk a Teremtő Istennek az imádata, ennek pedig egy következménye az egészséges életmód, a gyümölcse. És nem mindegy, ha ezt megfordítjuk, akkor az ezotériához jutunk. Ha jó a sorrend, akkor oda jutunk, ahova jutni kell. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy itt egy nagy kékzónás kísérletről van szó, és én remélem, hogy ennek a pozitív tapasztalatai motiválni fogják esetleg azt a másik 123 helyszínt is. És tényleg, ha lenne, van egy nagy álmom az, hogy ezek az adventista kis sejtek, gyülekezetek felismerjék, hogy eljött az idő, hogy legyen egy olyan mondani valónk a világhoz, amire most
nagyon nagy érdeklődés, nyitottság adódott. Köszönöm szépen a figyelmet!